Állásbörze lesz ma, illetve van ma a Miskolci Egyetemen, már a 21. alkalommal rendezik meg, mivel egyre többen érdeklődnek évről évre a legnagyobb vidéki börze kínálatai iránt. A helyszínen van M. Bíró Liza, aki az egyetem rektor helyettesével beszélget. Szervusz Liza, tiétek a szó. Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Nos, valóban a legekről beszélhetünk, hogyha a Miskolci Egyetem állásbörzéjéről beszélünk, de hogy mik is ezek a legek, azt elmondja nekünk Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes. Jó napot kívánok, rektorhelyettes asszony, kérem, mennyi kiállító van, ugye ez az egyik leg, és főleg, hogy milyen területen kínálnak képzést? Én is tisztelettel üdvözlöm a nézőket. Miskolci Egyetem 21. állásbörzéjén vagyunk, rendkívül magas színvonalon sikerült az idén is megszerveznünk ezt az állásbörzét, nagy hagyományokkal rendelkezik már. Több mint 60 kiállító van jelen. Ennek körülbelül 40%-a van jelen az észak-magyarországi térségből, és 60%-a a Pest megyei környékről, illetve Dunántúlról jött. Ebből 21-en gyakornoki ösztöndíj programokat is kínálnak a hallgatóinknak, leendő munkavállalóiknak. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy a Dunántúlról és az ország számos területéről érkeztek kiállítók, akkor ezzel feltételezzük azt, hogy szükség van arra a képzési palettára és az itt képzett emberekre is, amire a cégeknek szüksége van. Pontosan így van, hiszen az előbb azt is kérdezte, hogy milyen képzési területen gépészmérnökeinket keresik, informatikusainkat keresik, anyagmérnökeinket, konkrétan a győri NEMOK, illetve a Műszaki Földtudományi Karon képzett gázkőolajmérnökeinket keresik. A gépészmérnöki karon például egyedül nálunk lehet olyan nemzetközi diplomához jutni, mely 52 országban érvényes, és hegesztett szerkezet, tervező mérnöki diplomát ad, ez egyedül Magyarország. Nálunk érhető el, de ez csak egy példa a sok közül. Ugye úgy tudom, hogy a duális képzésre helyezik a hangsúlyt. Kérdezem ezt azért is, mert ugye egy nagyon fontos kérdés, főleg egy ilyen állásbörze kapcsán, hogy mennyire tudnak reflektálni azonnal mondjuk a piaci elvárásokra. Ugye ez ma már egy kardinális kérdés. Igen, a Miskolci Egyetemnek rendkívül széles gazdasági, ipari kapcsolatai vannak. A duális képzés ennek egy állomása, és természetesen zászlós hajói vagyunk ennek a képzésnek a bevezetésében. 3 karon, 9 alapszakon és 1 mesterszakon kívánunk duális képzést elindítani. Amint engedélyt kapunk rá, természetesen mi ezt meg is fogjuk tenni. Mire a legbüszkébbek? Melyik képzésre a legbüszkébbek? Hát nem is tudom elmondani, de talán a műszaki képzéseink, de emellett büszkék vagyunk természetesen a gazdaságtudományi, jogtudományi, társadalomtudományi, egészségtudományi képzésünkre, és zeneművészeti intézetünk is van. Legbüszkébbek talán arra vagyunk, hogy a Miskolci Egyetem 85 hektáron kampuszon működik, és tőlünk nyugatabbra, akár Amerikában is azt tartják igazi egyetemnek, amelyik egy kampuszon működtet több kart. Magyarországon ez egy egyedülállóként a Miskolci Egyetem. Itt lehetőség van arra, hogy multidisziplináris tudományokat, azaz több tudományterületet együtt műveljenek a hallgatók, nem csak kutatóként, tervezőmérnökként is, akár később egyetemi oktatóként is. De manapság az is nagyon divat, hogy egyszerre a gyerekek több diplomát végeznek, akár egyik karról a másikra áthallgatnak, nincs távolság, hiszen egyszerre lehetnek mérnökök és gazdasági szakemberek, de akár jogászok is. Ez nagyon divatos manapság. Ugye abból indultunk ki, hogy azért valamilyen összhang van a munkáltatók, a cégek és az egyetem között. Ez hogyan néz ki, hogyan kell ezt elképzeljük? Csak az ilyen állásbörzék alkalmával kerülnek face-to-face kapcsolatba, vagy akár a képzésbe közvetlenül is beleszólhatnak ezek a cégek? Nem, én azt gondolom, hogy nekünk nem csak az állásbörzén van kapcsolatunk a cégekkel, hiszen napi kapcsolatunk van például a Takatával is, hiszen nagy szerepe volt a Miskolci Egyetemnek abba, hogy ebbe a térségbe költözzön ez a cég, legnagyobb felvevő cégünk, de a Bosch kapott éppen 2015-ös díjat, hiszen ő alkalmaz a legtöbb mérnököt és gazdasági szakembert is a Miskolci Egyetemről. A kapcsolatunk azért szakmai is, hiszen előbb-utóbb nekünk azt gondolom, hogy részt kell venni a cégek gazdasági munkájában is, kutató munkájában is. És gondolom nyilván nem csak a gazdasági munkában, hanem a társadalom egyéb területén is, rektorhelyettes asszony, köszönöm szépen az interjút. És hogyha már ugye a legekről volt szó, akkor valóban az elmúlt percekben azt tapasztalhattuk, hogy egyre több hallgató, egyre több diák és egyre több érdeklődő érkezik, úgyhogy marad a legek állásbörzéje a Miskolci Egyetem. Ami már a 21. M. Bíró Liza, köszönjük szépen!